Szeretettel üdvözlök mindenkit, és próbálok mindenki felé is fordulni. Egy picit nehezített terepen vagyok, de ez legyen a legkisebb kihívásunk ma. Örülök annak, hogy még a hátam mögé nézve is embereket látok ebben a teremben, mert egy olyan témáról fogunk ma beszélni, amit szerintem számomra értetetlen okokból mellőz a közbeszéd. Mellőz a közbeszéd egy olyan témát, ami társadalmi csoportokon, generációkon átívelül épp ugyanannyira sújt mindenkit, ahogy az előbb Miki is mondott pár adatot, én azt gondolom, hogy ezt nem kell részletezni. Olyan problémáról beszélünk, ami nem egyszerűen egy önálló szakpolitikai kihívás vagy megoldandó feladat, hanem sokan ebben nem gondolnak bele, de alapvetően az emberi méltóságot leginkább befolyásoló kérdéskörről van szó. Egy olyan témáról beszélünk, a lakhatás témaköréről, ami a kezdetektől a végekig kihat, és rengeteg más szakpolitikai kihívás és megoldandó rendszer szintű problémát fűz egybe. És ez a lakhatás kérdése. A lakhatás az egyszerre van hatással a mentális egészségünkre, a fizikai egészségünkre, az oktatásba, az oktatási intézményekbe való teljesítményünkre, a munkavégzésünkre. És alapvetően, ha belegondolunk, akkor ez egy soha véget nem érő kör, hiszen minden generációnak megvan a maga mentális, egészségügyi, munkahelyi vagy oktatási tanulmányi kihívásai, mind-mind a lakhatással kezdődik, és a lakhatással ér véget. És hogy miért mondjuk ezt? Ezt helyettem sokkal jobban megfogalmazta például Tamás Gáspár Miklós. Ő azt mondta, hogy legalább egy lakás. Legalább ennyit mindenki érdemtelenül megérdemel. És én azt gondolom, hogy akár ezzel be is fejezhetnénk a mai konferenciát. Itt az ige, kérek mindenkit, hogy proféta módjára terjessze. De mégis azt gondolom, hogy nem feleslegesen ülünk itt, hiszen egyrészt muszáj, hogy egy kicsit a mélyére nézzünk ennek a kérdéskörnek, ennek a problémának. Muszáj, hogy ne csak meta szinten beszéljünk erről, hanem gyakorlati szinten is. És muszáj, hogy megértsük azt, hogy kiknek és miért kihívás, kiknek és miért probléma, és kiknek és miért húsba vágó, égető kérdés ez. Mind szociális, mind generációs alapon. És ha már itt tartunk, nem véletlenül adtuk reményteli fiatalkor címet ennek a konferenciának. Miki lelőtte a számokba rejlő, nem poént, mert sajnos ez egy keserédes szám, de mindenképp kezdjük azzal, hogy a különböző kutatások szerint a megkérdezett fiatalok több mint 60%-a a legfontosabb, leghúsba vágó problémának a lakhatás kérdését jelölte meg. Ami azért probléma, mert alapvetően, ha a fiatalok nem tudják elkezdeni az életüket, nem tudnak biztos lakhatást biztosítani maguknak, és ezáltal a jövőben születendő gyermekeiknek, akkor ez az ördögi kör soha nem ér véget. Azt szoktuk mondani, hogy az oktatás az alfája és omegája a társadalmi mobilitásnak, csak hát az oktatás és a lakhatás egymástól elválaszthatatlan kérdéskör. Úgyhogy ezért kérek mindenkit, hogy ha már elhozta ide az érdeklődés, elhozta idáig a kritikus gondolkozás iránti vágy, akkor maradjon is a konferencia végéig, mert szerintem sok-sok olyan dologról fogunk ma beszélni, amit talán elsőre senkinek nem jut az eszébe, vagy csak azoknak a lelkes civileknek, kitartó polgármestereknek, városvezetőknek és döntéshozóknak, akik ezzel foglalkoznak nap mint nap. De ahhoz, hogy változást érjünk el, pontosan tudjuk, hogy nem elég, hogy egy-két embernek megvan a politikai akarat, alulról szerveződő politikai nyomás és politikai akarat kell. Szeptember, most le fogok bukni, nem tudom, hogy hanyadika van, de ez a gyermeknevelés együtt jár, hogy nincs időérzékem, de nem olyan rég volt szeptember 1-je. Szeptember 1-je független attól, hogy az embernek van egy gyermeke vagy sem, mindenki számára az új évet jelenti. Erre vagyunk beállítva, a tanévkezdés. Nem azért mondom, az európai politikában konkrétan itt kezdődik az év, nem véletlenül szeptember 1. plenáris ülésén tartja von der Leyen az évértékelőjét. Nem januárban, nem februárban, szeptemberben. Tanévkezdés. Szeptember 1-je körül, de már az egész nyáron a lakhatás, a felsőoktatási ponthatárok kiderülése után a lakhatás kérdésköre sokkal mélyebben és sokkal hangosabban került a közbeszédnek a napirendjére, mint korábban valaha. Miért? Mert ott van egyrésztről a diákok öröme, hogy felvették,
szerintem itt sokan emlékezünk még arra, hogy ez egy milyen érzés. Én arra is emlékszem, milyen az, amikor ez az üzenet nem érkezik meg aznap este, csak egy picit később, de ez egy másik konferenciának a témája. De azért az számunkra még nem volt akkora kihívás, mint most, hogy tök jó felvettek, büszke vagyok magamra, a család büszke rám, de hogyan tovább? Nem kell ahhoz mai 20 éves vagy 10 évesnek lenni, hogy az ember át tudja érezni azt a szorongást, amit több tízezer magyar fiatal átérzett a nyár közepén, amikor kiderültek a ponthatárok. Szoronganak, mert pontosan tudják, hogy nincs elég kollégiumi férőhely. Aztán végképp szoronganak, amikor ránéznek az albérletpiacra. Kevés van és megfizetetetlen, de a legfájdalmasabb szorongásuk, hogy mekkora teher lesz az ő lakhatásuknak a kigondolása családi szinten. Nyilván egy tizenéves magától nem fogja tudni ezt megoldani. Vagy ha igen, akkor a szorongásának tárgya az, hogy mennyi diák munkaórába fog az neki kerülni, hogy ki tudja fizetni ezt a lakhatást. És akkor persze mondhatjuk azt, hogy huszadrangú probléma a probléma térképén, de azt gondolom, hogy minden fiatalnak jogában áll jól éreznie magát, az is szorongással tölti el őket, hogy mindemellett lesz-e idejük közösségi életre, lesz-e idejük megélni mindazt, amit az egyetem amúgy biztosít, mert ez nem csak a vizsgák meg a diploma, hanem a közösséghez tartozás, a közös gondolkodás, a közös programok, és igen, mondjuk ki, a közös kocsmázás is. Ezek mind pénzbe kerülnek. De természetesen, ha nincs hol lakni, akkor az egész bukó. És hát mondjuk ki, hogy ez nem, ők szoronganak, de ez nem önmagában szorongás, mert meg tudjuk nevezni, az ő félelmük valós, hiszen tényekken alapul a félelmük. Ismételjük el, mert nem lehet elégszer elismételni. Az elmúlt 8 évben kétszeresére emelkedtek az albérletárak. Kétszeresére. Az átlagos budapesti albérletár 200 ezer forint. Én amikor elkezdtem fiatal pályakezdőként, persze a civil szféra sosem fizetett jól, de amikor elkezdtem a karrieremet, nem kerestem ennyit, amennyiben most egy átlag albérletkérés. Persze, mindjárt jutunk az inflációhoz is, én sem vagyok hülye, hogy ne hasonlítsak össze 15 évvel ezelőtti árakat, de azért mégiscsak. És ami az egyik legnagyobb, legsúlyosabb probléma, hogy egyre kevesebb a kivehető lakások száma. Ne felejtsük el, bár sokan szeretnénk 100 évekkel korábbra tenni a Covid időszakot, de azért a problémához hozzájárul az, hogy volt itt egy másfél-két év a Covid árnyékában, ami után a lakáspiac nem rendeződött vissza úgy, ahonnan ott hagytuk. Tehát, hogy konkrétan meg tudjuk nevezni, hogy mi történik, és pont ezért elképesztően felelőtlen az az állam, az a kormányzat, ami nem kezd ezzel a problémával valamit. Ez magától nem fog megoldódni. Hirtelen nem lesz több lakás, nem fogják az emberek olyan bizniszbe vágni a fejszélyüket, ami nem megtérülő, vagy miért akarnák olcsóban kijönni a lakásukat, amikor ennyiért is elviszik. Az államnak nem csak hogy felelőssége van, de eszköze is lenne. Csupán politikai akarat, hogy a költségvetésben hol találnak arra pénzt, hogy bővítsék a kollégiumi férőhelyeket. Csupán politikai akarat, hogy a költségvetésben hol találnak pénzt arra, hogy extra bérlakásépítésbe kezdjenek. Ugyanis több lakás építése egyenlő az árak letolásával. Ez több helyen bizonyított tény, ezt nem én találtam ki, hogy az albérletárakat ezzel például le lehet szorítani. És hát az állam által támogatott bérlakás, önkormányzati bérlakások a legjobb módszer a megfizethető lakhatási lehetőségek biztosítására. Ez is a szakemberek, a várostervezők, a szociális szférában dolgozók által egy közkedvelten többször is aláhúzott tény. Sőt, ami tény, a világ, Európa több városában ez egy konkrétum. Nem kell itt sem a spanyol viaszt kitalálni. És akkor elérkeztünk oda, közhely, de ki kell mondani, mert ténykérdés. A kormány inkább stadionokra és látványberuházásokra kört. Igen, igen, elcsapolt közhely. De nem, ez konkrétan így van. Ebből is látszik, hogy mire van politikai akarat, arra van pénz. De én itt nem állnék meg, és egy picit durvában fogalmaznék, mint Miklós a legelején. A mostani kormány hibája, hogy 13 évvel ennyi hatalommal a háta mögött, és ennyi EU-s forrás ellapásával nem tesz semmit, de bocsánat, az előző kormányok se tettek sokat ebben. A bérlakás építésben az összes eddigi kormány megbukott.
Úgyhogy jó lenne, ha végre egy olyan vízió kerülne kormányra, aminek a lakáspolitikának a központjában a bérlakásépítés és a kollégium férőhelyek támogatása állnak. Ehhez ismételten politikai akarat kell, nem spanyol viaszt kitalálni. És akkor eljutottunk a napjainkig, mert hogy azt se lehet mondani, hogy ennek a kormánynak nincs lakáspolitikája, erről is volt már szó, hogy csak és kizárólag stadionépítési politikája van, nem, van lakáspolitikája, és természetesen meg tudnánk magyarázni mindezt ideológiai alapon, kiválasztottak egy társadalmi osztályt, egy társadalmi közeget, akit fel akarnak ezáltal emelni, minden ország, minden kormánya így csinálja. Ebben még nem lenne semmi kivetni való. A probléma az, hogy az egész propaganda. Mert ha megnézzük gyakorlatban, és ismételten, ma még sokszor fogunk erről beszélni, miről szól a csok, miről szól a babaváró hitel, milyen feltételekhez kötik, és kik vehetik igénybe, akkor gyakorlatilag azokat is kizárják, akiket a kommunikációjukban a családban lehet kormány támogatni kívánna. Hiszen különbséget tesz azon középosztálybeli fiatalok között, akik gyermeket szeretnének vállalni, akik házasodni szeretnének, akik talán ideje korán belevágnak mindenbe, anélkül, hogy egzisztenciális biztonságban éreznék magukat, és azok között, akik máshogy tervezik az életüket. És akkor itt van az, ahol én ideológiailag is bele tudok kötni ebbe a kormányba, mert én abban hiszek, hogy ott fog több gyermek születni, ahol van választás szabadsága, ott fog több gyermek születni, ahol a közszolgáltatásokat megfizeti a kormány, ahol van rendes egészségügy, van rendes oktatás, van rendes infrastruktúra, mert ezért fogunk több gyermeket szülni. Mert amíg félünk attól, hogy hogyan és milyen körülmények között jön világra az a gyermek abban a kórházban, addig nem fog több gyerek születni. És amíg félünk attól, hogy ha lyukra fut a kapcsolatunk, akkor ki fogja visszafizetni azt a csokot, addig nem fog több gyermek születni. Nem minden zsarolás kérdése. És aki azt mondja, hogy bizonyos családokban csak azért születik több gyermek, mert ezért több támogatás jár, az még soha nem beszélgetett családalakítás előtt álló bármilyen társadalmi osztályhoz tartozó emberrel. A gyermek önmagában érték. Legyen szegény, középosztálybeli vagy luxusba született gyermek. Nem a gyermek tehet róla, és a szülei, lehet, hogy én vagyok naív, de én feltételezem, hogy a szülők alapvetően azért vállalnak gyereket, mert gyermeket szeretnének. Ezt lehet ösztönözni családtámogatási politikával, csak akkor az adjon biztonságot és neki számíthatatlanságot. Nekem ez a legnagyobb kritikám a kormány családpolitikájában. De hogy visszatérjünk, én családpolitikának hívom azt, amit lakáspolitikának hívunk, mert a kettőt ők összekötötték. És ez súlyos probléma, hiszen nem csak azok szembesülnek lakhatási válsággal, akik családalapítás előtt állnak. Sokkal többen, és ezt a problémát akkor is meg kell oldani ennek a kormánynak, vagy legalábbis el kell kezdeni a megoldásokat megvalósítania, ha olyan családokkal van dolga, vagy olyan egyénekkel van dolga, hogy eszeágában nincsen házasodni, és eszeágában sincsen gyereket vállalni. Mert ez az ember se kevesebb a másiknál. Tehát nem csak a lakástámogatási politikájuk teljes kudarc, és azért kellem megemlíteni, hogy még mi minden más kudarcos lépésük volt, mert a fiatalokat egyszerre érinti a lakhatási válság, a megélhetési válság és a gazdasági válság, és ez mind a kormány politikájának és kormányzásának a kudarca. A fiatalokat épp olyan súlyosan érinti az összes megszorítás, épp olyan súlyosan érinti az eurozóna országaihoz képest háromszoros infláció, és épp annyira választás elé kényszeríti őket, mint bárki más, hogy azt a keveset, ami nekik van, mire költsék. Ezért ezek a kérdések elválaszthatatlanak egymástól. De azért beszélünk mégiscsak a lakhatásról, és azért nevezik a fiatalok is az első és legfontosabb problémájuknak a lakhatás megoldásának kérdését, mert valahol aludni kell. Az az első, de ha arra költik a pénzüket, miből fogunk enni, miből veszek tankönyvet, miből megyek el színházba, ja, hogy ez egy úri probléma? Hát én nagyon remélném, hogy azok, akik egyetemre vagy felsőoktatásba járnak, azoknak ez nem egy úri kérdés, hanem a kultúrához való hozzáférés az nem egy választás kérdése, hogy legyen. De tovább megyek nem csak a felsőoktatásba dolgozó fiataloknak, hanem bármilyen szakképzésbe résztvevő fiatal számára is alapnak kell lenni a kultúrához való hozzáférésnek, de ők nekik sem alap, többek között azért, mert a lakhatás biztosítása számukra is egy kardinális, megoldhatatlannak látszó probléma. És akkor körbeértünk.
Ez egy nemzeti kérdés. Nem ideológiai, nem társadalmi osztályokat megosztó, és nem egy generációs kérdés, ez egy össznemzeti kérdés. De ezt a kulcsfeladatot ehhez képest mégsem a kormány próbálja megolvasolni. Nagy örömömre szolgál, hogy közöttünk vannak most is itt jelen azok, akik a lehető legtöbbet tesznek szerény lehetőségeikhez képest. Hiszen nem a kormány, hanem elsősorban jelenleg az önkormányzatok, és az önkormányzatok által a területükön élőknek a gondjait szűkön viselő polgármesterek akarata és odafigyelésé múlik, kiegészülve a helyi civilek áldozatos munkájával. Csak hát, mint minden, ennek is egy véges a lehetősége ennek az eszköztárnak. A kormány segítsége nélkül rendszer szintű változást nem fogunk elérni. Ettől függetlenül húzzuk alá és köszönjük meg azoknak, akik tesznek, mert aki csak egy ember vagy egy család lakhatását és ezáltal az életét meg tudja változtatni, az értéket hozott létre, és ezt igenis komolyan kell venni. Akkor is, ha nem tudunk jelenleg még rendszer szintű változást elérni, de főleg azért, mert az ő példáiból tanulva, az ő példájukat beemelve a közös víziónkba és szakpolitikánkba, kormányra kerülés esetén ebből lesz a rendszer szintű változás. Minden elfogultság nélkül és minden elfogultságommal, én ezért nagyon büszke vagyok arra, hogy Soproni Tamás, Terézváros polgármestere, például egy ilyen polgármester, aki rengeteg helyi lakást felújítva, bérlakást felújítva segít a rászorulóknak, és nagyon sok a pályájuk elején járó fiatalnak. De Soproni Tamás, ha valaki nem olvasta volna még a most Magyar Narancsban megint interjúját, olvass el, ott is elmondja, hogy a köztisztaságért felelős munkatársak közé rengeteg hajléktalan szállóról érkezett munkatársat vesznek fel, és akinek tudnak, akinek az eredményei is azt mutatják, hogy szeretne lábra állni, csak segítség kell, azoknak bérlakást biztosítanak. Nem rendszer szintű megoldás, de biztos vagyok benne, hogy az a pár munkatárs, akinek az életét megváltoztatták, azok már is boldogabb és kiegyensúlyozottabb életet élnek. De hogy ne csak olyanokról beszéljük, akik nincsenek itt, hanem olyanokról is, akik hál' Istennek itt vannak. Hát nem kevésbé vagyok elfogulatlan Pikó Andrással szemben. Az ő munkásságát én már akkor nagyon támogattam, amikor még ő maga se hitte ebben, mert pontosan tudtam, hogy a hatalom közelébe kerül, annak csak jó lehet a vége. És biztos követel hibákat, de lakhatás kérdésében nagyon jó példái vannak, nagyon jó gyakorlata van, és nem lövöm le a poént, hiszen itt van közöttünk, és ő maga fog erről beszélni. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És hát utána, ismételten itt a színpadon fogjuk újra Hajnal Miklós, az országgyűlés legfiatalabb képviselőjét fogadni, mert hogy a bevezetőjéhez képest még sokkal részletesebben vitaindítóként számva be fogja mutatni a Momentum lakhatási vízióját. Én nagyon kérek mindenkit, hogy vitázzunk róla. Azért vagyunk itt, hogy jobb legyen. Nem elég jót akarni, ha a megoldás nem feltétlenül oda visz. Mik be fogja nektek bizonyítani azt, hogy át vannak gondolva ezek a javaslatok, de nyitottak vagyunk arra, hogy mindenki elmondhassa, hogy talán hol van az, ahol mi többet látunk bele, mint ami. Illetve azért is vagyunk itt, mert Miklós után erre Molnár György közgazdász, a C8 Civilek Józsefvárosért tagja fog reflektálni a saját helyi tapasztalatai és megoldásai alapján. És szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy a vízió és a helyi szint hogyan találkozik ugyanannak a kérdéskörnek a kapcsán. És így fogunk eljutni a mai nap második blokkjához, ahol további lakhatással kapcsolatos helyi jó gyakorlatokról lesz szó. Az ország több pontjáról. Kilépünk egy picit Budapestről, hiszen nyilván nem Budapestről szól ez az ország, de azt gondolom, hogy Budapesten jelenleg több olyan példa van önkormányzati, ellenzéki önkormányzati vezetésben, ami átültethető vidéki önkormányzatokra. Nincs akkor a szakadék Budapest és a vidék között, ha felismerjük azt, hogy a problémák és az ott élők problémája ugyanaz.
Neszítsük tovább a Budapest vidék ellentétet, mert semmi értelme nincsen. Ezért én nagyon-nagyon örülök annak, hogy itt lesz velünk először is Hegedűs József közgazdás és szociológus, a Városkutatás Kft. Igazgatója. Vidéket mondtam, de először ki fogunk zoomolni, mert ő európai jó példákat is hoz. Még izgalmasabbá válik az, amikor Budapest vidék Európáról kiderül, hogy gyakorlatilag a jó gyakorlatok átültethetőek akarat kérdésével, és őt fogja majd követni Búcsú Lajos, Nyirati Klára bajai polgármesternek a tanácsadója, aki bemutatja a helyi fiatalok lakatásával foglalkozó megvalósult programokat. És végül, de nem utolsó sorban, itt van velünk Krivácsi Balázs, az Utcából Lakásba Egyesülettől, aki bemutatja az Egyesület által üzemeltetett szociális lakásügynökségek működését és tanulságait. Hadd legyek elfogult, én ezt várom a legjobban, mert amikor én először hallottam erről a koncepcióról 8 évvel ezelőtt, akkor azt mondtam, hogy ennek a koncepciónak országos szinten, országos lakásügynökségek mentén meg kell tudnia valósulnia, ezért emellett állt ki a Momentum már a legelső programjában is. És én nagyon örülök annak, hogy van már jó gyakorlat, és van helyi példa, és meg lehet mutatni azt, hogy ha ez működik kicsiben, akkor politikai kérdés akarat, hogy működik-e nagyban. Úgyhogy az egész napos, vagy egész délutános eseményünk így fog körben érni remélhetőleg. Közben persze lesz szünet, én azt kérek mindenkit, hogy ne menjen sehova, keressük egymást, beszélgessünk előtte, utána. Közben talán azért nem, mert akkor lemaradunk nagyon fontos információkról. Kívánok mindenkinek jó vitát, és kívánom azt, hogy végeredményben eljussunk odáig, ahhoz a közös megértésig, amivel kezdtem. Miért is az emberi méltóságról szól ez a kérdés? Hiszen Tamás Gáspár Miklós továbbment, és szemléltett, hogy miről szól az, hogy érdemtelenül érdemelnek emberek egy kis helyet. És gondoljunk bele, mennyire boldogok vagyunk, hogy nekünk van hova bezárkózni, ahol nem kell azokat hallgatni, akiket már baromira ununk. Ahol akarunk, mesztelenül dudolászunk, lábat lógatunk, ahogy ő fogalmazott, szeretkezünk, és még a vécére is kimehetünk mesztelenül. Fontoljuk meg ezeket a gondolatokat, mert azt gondolom, hogy ebben baromira igaza volt Tamás Gáspár Miklósnak. Kövessük őt, kövessük az ő üzenetét, mert minden gondolata addig él, amíg van, aki ezt továbbadja. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm a közös gondolkodást.